Sziasztok! Szimcsák Attila vagyok újra az éterben. Ez itt a Serpentin motoros túramagazin. Mai két vendégem a Rhino Tours két jeles túravezetője, Doboz Zoltán, Magyarország. Sziasztok! És Szili Krisztián. Hello! Üzbegisztán. Oké. Ma három témát terveztünk, amit át fogunk beszélni. Az egyik az utolsó két túrája a Rhino Toursnak. Az egyik a Zakopaneban volt, a másik pedig az Alpokat járta körbe. Aztán fogunk beszélni a tájékozódásról. Valaki bejött, kiment, szuper. Fogunk beszélni a tájékozódásról, ő most még nem tud tájékozódni, de lehet, hogy majd később megtanulja. És az utolsó harmadban pedig a jövőről fogunk egy kicsit beszélni, milyen túrák lesznek még innen a Rhino Toursnál, illetve térre milyen aktivitást terveznek a srácok. Úgyhogy csapjunk is bele. Zolikám, mondj valamit. Hát ugye a Rhino Toursnak az elmúlt hetekben két túrája is volt. Az egyik az egy kétnapos hétvégi túra volt Zakopanei úticéllal. Ezt te jártad meg, Szimi, Krisszel, illetve a másik az egy Alpok kör volt, amit szintén te vezettél le. Igen, egyébként a címe az Alpok nagy körút volt. Bocsánat, tehát nem az, hogy egy kicsi, hanem egy nagy, egy ötnapos túra volt egyébként. Igen. Akkor rossz embert kérdeztem, akkor Szilárd, akkor Krisz. Akkor pár szóban mesélj nekem arról, hogy szervezted meg a Zakopane túrát, és miért volt nagyon jó. Azért volt nagyon jó, mert végig esett. Úgyhogy egy igazi túlélő túrával amazsálódott a dolog, de ez nem igaz, már csak kifele esett végig. És gyakorlatilag minden jól ment, mert mindenkinek volt esőruhája. Egy nagyon nagy létszámú túra volt, mert ha jól emlékszem, 20-an voltunk, 16 motorra, 15 vagy 16 motorra. És hát tetszett mindenkinek, ami akkor már kiértünk Zakopanéba, gyakorlatilag akkor már száraz volt az idő, úgyhogy a sétáló utcán tudtunk is sétálni. Egyébként az apropója mi volt ennek a túrának? Ugye, ha emlékszem, korábban volt egy túra. Így van, és hát nagy érdeklődésre való tekintette, még egyszer meg kellett csinálni. Így van, ez egy nem egy tervezett túra volt, tehát az évelei naptárban ez nem volt benne, hanem nyár közepére volt egy Zakopane. Ami szintén egy kis felhős, esős volt, de olyan szép útvonalon és olyan szép környezetben ment, hogy azt gondoltuk, hogy többen is mondták, hogy esetleg még egyszer eljönnének. Ismételni kell. Vagy volt olyan is, aki lemaradt erről a túráról, mert egyéb elfoglaltság miatt nem tudott eljönni, de ide el szeretett volna mindenképp jönni, és akkor meghirdettük, és gyakorlatilag tényleg pillanatok alatt megtelt a túra, úgyhogy indokolt volt, hogy még egyszer megcsináljuk. Egyébként az is alatt, hogy volt, aki meg szerette volna nézni a Zakopanét, tehát nem. Igen, mert az első túrán úgy értünk oda, hogy szemerkélt az eső, és gyakorlatilag köd mindenfelé, tehát a műszerfalat alig lehetett látni a motoron. Alig találtuk meg a szállót. Igen. Is. Úgyhogy igen, tehát indokolt volt, hogy egyszer esetleg világosba is, vagy köd nélkül is lássuk Zakopanét. És Bea mindenképpen vásárolgatni szeretett volna. Ja, igen, én emlékszem, hogy ő egy opált, vagy nem tudom, valamilyen ilyen fél drága követ szeretett volna venni. Nem tudom, mert én sikerült is én a síugrást mentem nézni. Értem, én láttam is egyébként. Na és akkor, tehát ugye a fő ok az volt, hogy Zakopanét látni napsütésben, és hát sikerült-e? Akkor nem, én előtte voltam két héttel kocsival, akkor sikerült. De azért elmesélted ezt a többieknek. Elmeséltem ezt a többieknek, hogy én nekem már sikerült látnom napsütésbe Zakopanét. Egyébként egy csodálatos város, tehát mintha egy mesekönyvből lépett volna ki, ahogy Szimi mondta, hol le anyó, mindjárt kirúg az ablakon és kicsapkodja a bánkosait. Tehát jellemzően ilyen faházas város ez, ilyen hatalmas rönk fákból épült házak vannak, ami még így a ködön keresztül is gyönyörű látvány nyújtott. Egyébként visszafűznék így az esőre, mert mondtátok, hogy eső. A májusi horvát túrán volt egy fél napunk, amikor szakadt az eső, és motorozva a tengerparton szakadó esőbe, azért mégis valami pervez örömet leltem benne ebbe a dologba. Tehát az, hogy esik az eső, az nem feltétlen rontja el a motorozást. Ez így van. Csak nyilván megfelelően ésszel és a körülményekhez képest viselkedve kell motorozni.
ezt osztom ezt a véleményt. Egyébként nálam az esőben az mindig azt hozza ki, hogy egyrészt már jó lenne megállni, és meg nagyon éhes leszek. Tehát olyankor roppant jól esik a és nagyon sok kávét innál, nem? És nagyon sok kávét innék, igen, olyankor. De az jó, mert ugye az ember többször áll meg, akkor egy kis a közösségi élet ugye jobban pezseg a megállókba, mindannyian ugyanolyan vizesek vagyunk, tehát ez összekovácsolja a bandát. Ja, és még ami jó volt, hát a túra legfiatalabb tagja. Ugye három generáció képviseltette magát. Igen. És hát a legfiatalabb 7-8 éves? Szerintem 7 éves 7 volt. 7 éves volt. Dani. A Dani. Aha. Valaki mögött ült? Igen, abszolút, az apja mögött. Tehát itt a Utwagner család az eljött teljes legénységgel, és ez olyan jól sikerült, hogy nagypapa, apuka, gyermek, és még a sógor is ott volt. Itt végülis a Józsinak a veje, lehet így mondani, tehát azt mondom, a család minden férfi tagja jelen volt a túrán, és én remélem, hogy élvezték egyébként. Szerintem igen. Abszolút. Figyelj, akkor kicsit vegyük végig, hogy lehet kijutni Zakopanéba a legjobb útvonalon. Tehát ez nagyjából menjünk végig rajta, tehát a főbb állomásokat, olyan útvonalakat, amit nem érdemes kihagyni, hogyha valaki átmegy Szlovákiába. Az Istennek nem jut eszembe a magyar utolsó város. Hát, vagy a Balassagyarmat, vagy igen, pedig Sahinál lehet kimenni. Nem, Balassagyarmatnál mindenképpen, tehát ott átmenni, és onnan egy hihetetlen szép úton lehet menni, bár az út minősége nem annyira jó, de maga az út az szép, és eléggé kanyargós, szerpentinnek nem mondanám, de ilyen tempós kanyarokon lehet menni. Föl a Besztárca bánya fele, vagy Banská Bystrica fele, és Banská Bystrica után meg van azt hiszem te mondtad, hogy a magyarok versenypályának használják. Igen, Donovali előtt Teplice felé le lehet menni balra. És van, akkor... és egy 20 kilométeres erdős kanyargós. Igen, ott rész. Viszont nagyon jó minőségű aszfalttal, az végig nagyon jó. Szerintem az jó. Ez az jó egyébként tényleg. Most akkor esős volt, de jó volt. Nem úgy jó. Annak a tetejénél van az étterem, ahol a legendás abszolút, lehet ebédelni. Abszolút a klasszik. Tehát ilyen kamionos, nem, bisztró. Gyakorlatilag 4-5 euróból tényleg leves, második fogás, üdítő, mindent meg lehet csinálni. És, ja igen, ami még érdekessége volt nekem a túrának, hogy ugye én hátul mentem, tehát én voltam, utaskísérő voltam, de akárhányszor, tehát két olyan lehetőség volt, amikor azt mondtuk, hogy most akkor csenk egy gyors csapatot, az egyik az itt Donovali előtt volt, hogy most akkor szétvál a csapat, és még kicsit megtoljuk elő, azonnal elkezdett szakadni az eső. Úgyhogy ez azt jelentette, hogy végülis egy perccel korábban értünk oda, mint a csapatnak a másik fele, de... Én végig láttam a hátatokat, úgyhogy... Végig láttam, igen, Krisz végig látta a hátunkat. A másik ilyen lehetőség itt, ugye az ebéd alatt elállt egy kicsit az eső, és mentünk tovább Martin felé. És utána a... Liptovszki Mikulás. Liptovszki Mikulásnál jön megint egy zúzós rész, ott megint kicsit megálltunk, felfelőlt a gyors csapat, és elkezdett szakadni az eső azonnal. Tehát ahogy elindultunk, egyből szakadt az eső. Hát itt sajnos volt egy pályaelhagyás. Igen, lehet, egy pályaelhagyás. Egyébként nekem is volt. Krisznek is volt egy pályaelhagyás, és akkor ott egy kicsit rendezik el a sorainkat. És utána már gyakorlatilag szakad elsőben beértünk Zakopanéba. A szállás szerintem nem volt rossz, és egyébként ami egy kicsit visszahozta a túrát, az az, hogy elállt az eső, és ezt este így csapatostul be tudtunk menni a Sétáló utcába, és az tényleg magával ragadó volt. Tehát ott aztán minden volt. Mi szemszájnak ingere. És nekem, ami nagyon érdekes volt, volt egy magyar lángosos. Tehát igen. Zakopán, igen. Vengerszki, originálni Vengerszki lángos, ez ki volt írva, és piros-fehér zászló ott a tábla, minden is lehetett egy sajtos tejfölös nyomni. Igen. Múltkor beszélgettünk vele, illetve Orsi barátnőm beszélgetett vele, és mondta, hogy egész jól bejön ott kinn az üzlet. Magyar srác egyébként? Hát a főnök magyar. A főnök magyar. Valami Balaton környéki. De attól még csak zlotyért lehet lángost venni, gondolom. Hát persze, egy barátomnak a nagy ötlete, és folyamatosan ebben küzd, hogy ő Ausztriába vinné ki a kürtös kalácsot. Meg a lángost. Meg odaillő is lenne szerintem. Hát én nem tudom, hogy egy lakókocsit kéne bérelni, és nyomatni kürtös Bécsbe. Kürtös kalács, lángos és gófri. És gófri. Az osztrákoknak.
Ja. Na, térjünk vissza a túrázásra. Második nap. Második nap akkor nem is esett az eső, illetve egyszer egy pár perces esőt kaptunk el. Ami az érdekesség volt, ugye a BMW-nél, amit nem lehet kihagyni, hogy annál is kell láncspré, annak ellenére, hogy kardános. Ja, igen, a reggelinél mutatom a srácok, én megyek ki egy kicsit láncsprézni, és hát kicsit a nagypár sem mondták, hogy igen. Hát... Igen. Mindig megy az ilyet, a lánc a kutyára való. Lánc a kutyára való, és hát ugye azért a BMW-sek és Goldwingosok ültek ott egy csapatba, és mondták, hogy hát azért ez vicces. Ők még esznek egy kicsit, én csak csináljam a dolgomat, mert egyszerre kell indulunk. De aztán nem sokkal az indulás után igen, kiderült, hogy igen, a BMW-n is el tud fogyni a hátsó fékpofa, és hát... Nem lehet kiiktatni. És nem lehet kiiktatni az integrálfék miatt a hátsó fékpofát, tehát minden fékezésnél ugye ott vonyított, nyikorgott, és a akkor... Fém a fémen. És hát valaki kitalálta, hogy akkor... Talán szerintem a Bálint találta ki ugye a motornak a gazdája, hogy akkor ő most akkor befújnál. Nem. A Hufi volt. A Hufi volt, aki kitalálta. Tehát végülis valaki kitalálta, hogy akkor láncsprével a hátsó tárcsát. És akkor az úgy majd csúszni fog meg, nem nyikorok? Ez a magyar innováció. Hát ez abszolút. Féktárcsára. Bármi én azt gondolom, hogy mit egy BMW-s szerelő, az lehet, hogy sikítva elszaradna. De hát figyelj, hát hívtuk a BMW hotline-t, hogy mit lehet tenni, és nem tudtak semmit mondani. Tehát... Hát azt mondták, hogy azt toljuk félre, és akkor Tréler, igen. 350 ezerére hazaviszi, és akkor ők is egy olyan 100 ezerre kicserik a hátsó fékbetétet. Hát olcsó volt. A magyar innováció pedig egy gyenge fújással megoldotta ezt a kérdést. Két-háromszor ismételt, de aztán jó volt. Ja. Na hát onnan jöttünk rá, akkor gyakorlatilag Tátrát megkerülve szerintem nagyon szép az út. Komolyan mondom, tehát ugye sokat járunk Európában, nagy hegyekre, hágókra, Alpokba, és szerintem pariban van velük egyszerűen. Isteni volt, szerintem ez nagyon szép volt. Oké. Hazaértünk, és hát a klasszikus, ugye Balassagyarmatnál akkor összetálkozott a csapat, könnyes búcsú, mindenki, hogy majd akkor jövő héten meg majd Nagy Alpok, meg megyünk, és szuper jó lesz, és aztán szokás szerint, amikor kigurulunk a benzinkutat, akkor mindenki a saját nemkülön az, ami akkor megint összeáll a csapat, és egy ilyen eszeveszett csapatásban Budapestig, tehát alig bírjuk üldözni egymást. De akkor már túrán kívül. De persze, itt gyakorlatilag a túrazatok már a felelősséget levették a csapatról, tehát mindenki saját felelősségre. Goodbye point után már. A goodbye point után. És én nekem az volt az élmény egyébként, hogy én még, tehát most építettem bele a bukós isakomba a headsetet, és folyamatosan beszélgettem Szimivel, gyakorlatilag Balassagyarmattól hazai, abszolút. És hihetetlen jó volt. Úgy elröppent, hogy nem is emlékszem magára az útra. Pedig hát azért vannak ott is Vác fölött az a kettes úton a kanyarok, ja. De elröppent. Én egyébként mindenkinek tudom javasolni, tehát ha motoros utasával megy, vagy ha két motoros összeáll, akkor az Interfona szerintem egy fantasztikus találmány, tehát tehát gyakorlatilag nem az van, hogy megyünk, mit tudom én, 3-4 órát szép helyeken, és talán leszállunk, és akkor ott próbáljuk összefoglalni három mondatban a másnak, hogy úgy te láttad, én is láttam, hanem gyakorlatilag folyamatosan közben megy a kommunikáció, és ez szerintem fantasztikus érzés. Tehát azonnal meg lehet ragadni az élményeket, bármit látott az ember, azt már tudja, és továbbad a másnak. És vagy vigyázz, radar jön, vagy... Vigyázz, radar jön, vagy fél jól megyek, igen, nagyon jól megyek. Jól nézek ki hátul, jól nézek ki hátul. Tehát lehet nyalni falni a másikat közben folyamatosan. Te jól nézel ki a tükörbe, és én? És én. Így van. Jó. Zakopánéról szerintem... Jó volt. Meg hát ugye még az érdekesség az áprili, a mana. Kipróbálása, az egy érdekes sztori volt. Igen, a Rózsás család most a Varadéro helyett egy Aprilia Mannával érkezett, egy 850-essel, és hát a Krisznek is, meg nekem is sikerült vele menni, és egészen érdekes élmény volt. Ugye kinézetre egy nagyon jó kinéző naked bike-ról beszéltünk, nem? Teljesen abszolút. Szép. Hát egy olasz dizájn, nagyon szép. Aha. Igen. És felülsz rá, és megy is. Kuplunk nyista, és csak tolod neki, és még váltani se kell. Ugye végig is automata váltva, tehát igen, tisztelem, de egy több fokozat van sport, túra, meg vizes. Vizesnél leveszi, azt mondta 25 lóerőre, tehát nem pörgeti meg annyira. Egyébként meg 78-9 lóerő, hogyha jól emlékszem. És nagyon-nagyon jó vált, tehát nem is hiányzott a váltás.
Igen. Is hiányzott. Én is nagyon élveztem egyébként, és most itt átcsatolva az Akopán túrára, az Alpok túrára, hogy az Alpok túrán megkaptunk egy FIR 1003-ast, ami szintén hát ez nem autó, ez félautomata, mert csak kuplung nincs rajta. Automata kuplungos egyébként. Automata kuplungos. Tehát a váltója az normál, hagyományos váltó, csak automata kuplung vezérlő. Pontosan, és hát abban is nagyon-nagyon élvezetes volt menni. Tehát ott mi mentünk 2400 kilométert ezen a túrán, és én komolyan mondom, pillanatokat meg lehetett szokni, és nagy kényelmet nyújtott. Főleg mondjuk, amikor az ember megy fel a Stelvióra, ez a 150 kanyar fölfelé, sokkal visszafölteben, és tudod, ez a folyamatos kuplungváltás, húzaton, kuplungváltás. Na ez gyakorlatilag az F-re nincsen. Mert csak pöckölgetem, igen, az ujjammal. Kézzel is lehet, meg lábbal is, tehát te döntöd el, de a kézi az tényleg ez a ennyi így ujjakkal pöckölgetem, és el lehet felejteni a kuplungolást, ugye nagy veszélye nincs, hogy lefulladsz, úgyhogy egészen kényelmes lett ez a motorozás. Tehát ugye most szóba jött a VFR is, az új automata. VFR 1002. Váltós VFR. Az emberek csak hüledeznek, hogy de hát minek, hát egy túramotorra, meg eleve egy motor, az maradjon a robogónak a kiváltsága, hogy automatovátor. Szerintem ilyes van létjogosultsága ennek a sztorinak. Van. Főleg azoknak, akik ennyit mennek, tehát sokat mennek, nagyhágokat hódítanak meg, sokat kell váltani, tehát ezek a motorok szerintem előbb-utóbb. A japánok tudják, hogy mi a dörgés. Tördődik a légy. Uh-huh. Jó, tehát a Zakopane után egy héttel volt a nagy Alpok körút. Hát igen, szusszantunk egy picit. Szerda magasságon már eszméltünk, hogy most nem megint indulunk. És gyakorlatilag szombat reggel elindultunk a nagy Alpok körútra. Itt az igazi cél az volt, hogy eljussunk a Komóitóig, és ott volt több opció, hogy hogy jövünk hazafelé, de szerettünk volna átjutni Svájcba is, és hát gyakorlatilag sikerült is, mert az idő kegyes volt. Itt, amikor indultunk, akkor ilyen szemerkélő esőben ilyen borús idő volt, és hát azt mondták többen, hogy sokáig, tehát napokig esett itthon. Aha. Mi nagyjából megúsztuk egyébként eső nélkül, tehát általában csak éjszaka, már amikor a szálláson pihentünk, akkor esett az eső. És akkor hóláncsegünk kellett. És akkor, igen, pedig többen kérdeztek, hogy akkor hóláncot hozzanak el, és most akkor állítólag már másfél méter hó van az Alpokban. Hát jelentem, ez szerdán volt, szombatra elolvadt minden, úgyhogy mákunk volt. 8-an voltunk ezen a túrán. Én azt gondolom, hogy talán a velünk túrázóknak a legjava jött el erre a túrára. Mind olyan kipróbált motorosok voltak, akikkel egyszerűen jó volt menni, mert tudták tartani a tempót, tudtak igazodni a többiekhez, és az egész egy olyan jó hangulatú, jó tempójú motorozás volt. És hát zömében az idősebb korosztályt képviselték, ha lehet ilyet mondani, tehát a 40 pluszos volt a csapat zömében. Tapasztalt motorosok, igen. Első nap elmentünk Muraúig. Itt igazából egy hagyományos útvonalat követtük, amin általában Grossglocknerre, Dolomitokba, meg a nyugat-európai túrákra szoktunk indulni. Annyi különlegessége volt, hogy Mária Cebben megálltunk kajálni. Ott a Józsinak volt egy ismerős, akinek van egy étterme, és hát tehát egy olyan ebédet ettünk, hogy az nagyon-nagyon rendben volt. És ez eddig nem derült ki. Akkor most ez a Wildalpeni dolog, ez kimaradt? Hát ez a Wildalpeni abszolút kimaradt, mert hát rongyáltuk magunkat már a Cervéstán, mert nem volt értelme Wildalpenben megállni. De hát mártózni egyet a szalszába. Tehát a 18 fok volt, és a szűrt napfény, tehát nem volt melegünk. Jó, mert júliusban, amikor arra jártunk, akkor 38 fok volt, és akkor az a 3-4 fokos víz az direkt jól esett. Hát most nem, egyszerűen nem. Nem, de nem volt érdemem megállni. Hát vagy úgy kell, nem volt elég szilaj a banda. Nem? Nem voltam ott, tehát igen. Jó, hát jó, igen. Más tehát, lett volna talán. Igen, biztos, hogy ha te ott megállsz, és egyből gatyára vetkezés rohansz lefelé, akkor lehet, hogy páran követnek, de itt most ez a 40 pluszos csapat, ez nem igényelte a fürdőzést. Jó van akkor. Az első napról igazából nincsen nagy sztori. Mária Cebe kaja, és utána kiértünk Muróba, Admont felé mentünk, és a végén egy kicsit esett az eső, de igazából kiértünk Muróba, nem volt semmi baj.
Nem Sörpassz, hanem a Trieben felé mentünk, aha, tehát a másik hágon keltünk át. Igazából teljesen volt. Ami meglepett az, hogy 8-kor vacsisztunk, és 9-kor mindenki ágyban volt. Tehát ugye én felhívtam a többiek figyelmét, hogy másnap 600 kilométert kell megtennünk. Autópályás minden nélkül, tehát az csak országúton megyünk. Úgyhogy nem tudom, mindenki megfogadta a tanácsomat, és elég korán lefeküdt a csapat. És eljött a második nap, az azt gondolom, hogy maga volt a csúcs. Több olyan pillanat volt, amikor egyszerűen, tehát annyira egyszerre szuszogott, lélegzett és mozgott a csapat, hogy tényleg öröm volt nézni a tükörben. És hátulról? Hát mondjuk a sztorihoz hozzátartozik persze az is, hogy ugye volt egy olyan rész. Tulajdonképpen a Szilárd vitte a csapatot ezen a második napon, és hát eljutottunk Köcsakig, és Köcsaktól a 111-es úton mentünk. Ezt mindenkinek javaslom, hogy keresse meg a térképen. Köcsak és az olasz határ között vezet ez az út. Ez autók alig járnak rajta, a kis osztrák falukon megy keresztül, és egy völgynek az egyik szélén megy, tehát folyamatosan Balkész felé, hogy Olaszország felé megyünk, egy hatalmas nagy tér van az út mellett, és lehet látni a völgyet, és benne a traktorokat, meg az embereket, meg az autókat, amik arra járnak, tehát igazán látványos. De a sztori, amiben belekezdtem, az arról szólt, hogy én mentem hátul, a Szilárd ment elől, és megbeszéltük, azt interjú előtt voltunk nem sokkal, mondtam neki, hogy hát nekem kell dolgom egy jelót. Úgyhogy három perces megállás. Egy három perces gyors megállást én hátul végrehajtok, de nyugodjanak meg, tehát ugye senki nem szakad le, együtt a csapat, ő megy elől, és a interjú, hogy mindenféle ponton érünk őket, hiszen addig még van egy 20-30 kilométer. Hát ez olyan jól sikerült ez a kiállás, hogy utána veszettül mentem a csapat után, és balra a távol, hogy Stelvio, elkanyodok balra, egyből kaptam egy sorompot, vártam egy három percet, őket már nem láttam, úgyhogy toltam végig a Stelvioig, és hát ugye a Stelvio az, hát megmászni a Stelviot, az mondjuk legalább egy 3-4 órás tekerőzés, mert ott van egy 150 kanyar fölfelé, aztán egy 150 kanyar lefelé, és hát megyek fölfelé, de úgy tolom, tehát ugye úgy láptartó. Hát azt nem mondom, hogy határom ott rosszam, de igyekeztem. De igen, tehát úgy igyekeztem, hogy utolérjem őket, tehát hogy együtt éljük át a csodát, amikor fölülünk a csúcsra és lenézünk és minden ilyesmi. És hát felénél voltam már nem tudom, 56. kanyart veszem, és látom, és még fölfelének sok van, és nem érem őket utána. Azt nem lehet, hogy 7 ember ennyire menjen, vagy én egyedül nem tudom őket utolérni. Lényeg, feljek a Stelvióra, senki nincs ott. Lementem a másik oldalon, senki, hívtam közben a Szilárdot, nem lehetett elérni, küldtem SMS-t, hogy én már fönn vagyok, semmi. És hát mondom, hát akkor ezek tudja tovább mentek, elkezdtem tolni tovább. Aztán mintem egy jó fél órával vagy órával később megálltam tankolni, és akkor nézem a telefonát, a Szilárd mondja, hogy hát ők is már elindultak. De az volt az érdekes, hogy az SMS-ének az időpontja az jó másfél órával korábban volt. Úgyhogy ebbe arra kötöztettem, hogyha másfél korábban voltak fönn a csúcson, akkor még mindig előttem vannak, úgyhogy ne, gyanús, de megyek utánuk. És hát a sztori vége az lett, hogy én 8-ról értem a szállásra, kerestem őket, sehol nem voltak, és hát azt jelenték, akkor mondták, hogy ők még fél úton vannak a Stelvio és a szállás között, és hát valami úton, módon én valamikor elmentem. Beszúrtam nekik. Úgy toltad, hogy nem vetted észre, hogy elmentem mellettük. Úgy toltam, hogy nem vetted észre, hogy elmentem mellettük, és hát ők este olyan 9:30 körül értek a szállásra, ahol egy nagyon-nagyon jó vacsora közben megbeszéltük, hogy akkor hogy is volt, meg mint is volt. Egyébként nagy valószínűséggel még a Stelvio előtt a Szilárd két utcával odébb ment, és akkor ott volt nekik egy visszafordulás, és én közben már elhúztam a csíkot a Stelvio felé, és ezért az a nap az gyakorlatilag egy ilyen egyedüli motorozás volt számomra, ők pedig élvezték, mert a csapat együtt ment. Ez volt a második nap, és hát, hogy ne legyen unalmas a műsor, itt ugrok egy picit időben, mert a harmadik nap, egyébként a harmadik nap az pont jó volt, majd a végén fogok rövidíteni. Azt hiszem, az lesz a jó. A harmadik nap átmentünk Svájcba, és gyakorlatilag végig jó időben, fantasztikus hágokon, hihetetlen jó minőségű utakon. És nem tudom, tehát a Svájc az olyan volt, mint a ilyen
kifestőben tudod, egy kicsit több szint adtak volna hozzá, tehát ott a fű a zöldebb volt. A fű is zöldebb. A fű is zöldebb volt, a tehén az tehenebb volt, tehát azon a foltok azért az úgy rendben volt, tehát meg sokkal volt tervezve, sokkal élethűbb volt. A tavak azok kristálytiszta, kék, de olyan kék, ami a képeken van. Nem tudom, tehát egyszerűen Svájcban minden sokkal szebb volt, vagy szebbnek tűnt, és hát ott gyakorlatilag a Komoly-tótól mentünk fölfelé, Szent Moritz volt az első állomásunk, és utána az Offenpasszon tértünk vissza Olaszországba. Az Offenpassznak a tetején megálltunk, és ez azért volt egy érdekes megálló, mert szikrázó napsütés, tehát trikóra kellett vetköznünk, és ott van egy Offenpassznak a tetején van egy étterem, meg szálloda. És hát kijutunk a teraszára, és jött is a pincér, akit én már tudtam, hogy ő magyar, de a többiek nem tudtak, és hát magyarul felvette a rendelést, és hát először mindenki, hogy most akkor mit szeretne kéne, hogy szeretne kéne, meg hogy kell ezt mondani, hogy kell ezt mondani, és akkor jött a pincér, és mondta, hogy akkor mit kértek. Az a robogós tudás élmény. Így igaz, és ugye az egészben nekem az volt az egyik élmény, meg a Szilárdnak is, ugye mi ketten, 3 héttel korábban egy robogótúrán voltunk, elmentünk a Duna forráshoz, és pont ezen az Offenpasszon jöttünk volna hazafelé, és nekünk havazott. Tehát gyakorlatilag aznap mentünk egy másfél órát, és itt az Offenpasszon meg kellett állnunk, mert csontra fagytunk, és a havazástól nem tudtunk elmenni a robogókkal, és akkor derült ki, hogy a Laci srác az ott dolgozik, ott pincér, és meg is szálltunk nála, és hát most 3 hétek később visszatértünk, és Laci nagyon örült nekünk, emlékezett ránk, úgyhogy nagy diszkánttal ittunk kapucsinókat, és gigaméretű almás réteseket toltunk. És utána megint a klasszikus, tehát a Jani, jöttünk az Offenpasszon, Jani megállt csak, hogy lefotózzon minket, és aznap már nem láttuk őt. csak késő délután találkoztunk bele újra. Kereste a jó beállítást. Igen, szerintem ilyen mutat, hogy előre megy, előre is ment, és láttuk, amikor elmentünk mellette, nagyon beállította a fényképet, csináltunk pár képet. A Szilárd megállt, hogy megvárja őt, és gyakorlatilag ők ketten akkor innentől kezdve egy külön utakon jártak egészen délutánig. És hát az aznapi megállónk az Rocca Pietore-ban volt, ez Cortina di Ampezzo-tól van, itt olyan 20-30 kilométerre, itt is egy nagyon jó szállodában, nagyon jót vacsisztunk, nagyokat nevettünk. Zárjelbe hozzáteszem, hogy az egész túra arról szólt, hogy a Pán Pista az egy olyan 150-200 viccet elsütött az 5 nap folyamán. Én nem tudom. Tehát a Pistára... Abszolút. A Pistára tudni kell, hogy bármilyen pillanatban azonnal tud egy olyan viccet, amit még nem mondott egyébként. Én azt vártam, mikor fogja megismételni magát. És ez nem történt meg gyakorlatilag az 5 nap alatt. Tehát mindig egy odaillő viccel azonnal ott reagálni tud a szituációra. És hát ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag sírva. Tehát 5 napig minden megállónál, minden étkezésnél, minden vacsoránál sírva rögtünk, úgyhogy ezúttal is köszönöm a Pistának, hogy a hangulatot az hozta és csinálta. Nem tudom, neki kikérem majd találni évvégén valamit, hogy valami hangulatfelelősi külön pólót csináltatni neki, vagy bármi, ami kifejezi a hálánkat. Rocca Pietore-ből pedig esőben indultunk. 4. nap. Hát ott megint a klasszikus, és most megtörtént az, hogy az egyik túrázónknak a gumi az megadta magát, tehát már közel volt a slickhez, vagy már, de már lehet mondani, hogy slick gumi volt, mire ide értünk, és hát reggel az esőben ugye kicsit életveszélyessé vált az ő motorozása, úgyhogy egy olyan 30-40-nel kicsit lemaradtak a Szilárddal, természetesen egy másik útvonalon mentek, mint mi. De mi a gyors csoport, a többiek azért sikerült egy olyan másfél óra késéssel érnünk Bledbe. Tehát a Szilárdék már rég a megint csak a gyors csoport. így igaz. Tehát a gyors csoport egy másfél óra késéssel ért Bledbe, a Szilárdék már rég a szaunában voltak. És hát utána mi is csatlakoztunk hozzá, fülöttünk egy jót az usziba. És egy jó sörözés után viszonylag korán lefeküdtünk. Egyébként most visszagondolva kifejezetten jellemző volt erre a csoportra, hogy nem. Tehát nem ment be az éjszakába, és nem éjjel egykor feküdtünk le, hanem tisztességesen ilyen este 10-11 felé már. Uh-huh. Már lepihentünk. Nem is akarom szapolítani a szót. Bledből. Már csak haza kellett jönni. Már csak haza kellett jönni.
a klasszikus útvonalon jöttünk, tehát átmentünk a Liubeihágon, Ausztriába, és talán Lávamünd felé mentünk a 69-es úton. Ezúttal nagyon-nagyon érdekes volt, és én igyekeztem sok képet csinálni, a többiek is nagyon sokat fotóztak. Azt képzeljétek el, hogy úgy motoroztunk végig, hogy átértünk Ausztriába, tehát végig egy ilyen vastag felhő volt az égen, tehát a napot nem lehetett látni, viszont nem esett az eső. Tehát azt láttad, hogy egy ilyen borús szürkület az égbolt, egy vastag felhőzet, és ez alatt mentünk, és eljutottunk Lávamündig, és elkezdtünk fölfelé tekerni a szerpentinen, és az volt, hogy átmentünk a felhőn, és egyszer csak fönn voltunk a Lávamündi szerpentinek a tetején, és ott megálltál, és az volt, hogy mint a Holdon lennél, egy ilyen hófehér táj mindenhol, és a távolban egy-két ilyen kiemelkedő szikla, mint a sziget lett volna, és gyakorlatilag az összefüggő felhő réteg fölött voltunk. És tehát fantasztikus élmény volt, ott fotóztunk legalább egy 20 percet, és tehát téptünk tovább, és hát ugye az történt, hogy a lábunkból, ahogy lemegy a 69-es út, egyszerűen megint visszasüllyedtünk a felhő alá, és utána megint napsütés nélkül, eső nélkül, de egy ilyen masszív szűrt fényben motoroztunk végig. Aha. És most azt csináltuk, hogy végigmentünk a 69-es úton, és nem maradtunk Ausztriában, átmentünk újra Szlovéniába, és nem Szent Gotthárdnál jöttünk vissza Magyarországra, hanem Őri Szent Péter alatt jöttünk be az országba, tehát az őrségen nem mentünk föl Szent Gotthárdra, és nem jöttünk vissza az őrségen, de egyből az őrségbe mentünk be, úgyhogy egy olyan 30-40 kilométert mentünk még Szlovéniába újra. A forgatókönyv hasonló, Őri Szent Péteren ebédeltünk, aztán búcsúzás, és aztán ugye, igen, a felelősséget már levettük a csoportra, és onnan köztünk ez a vadul a Balatonig, és onnan pedig az M7-esen jöttünk haza. Egy elég komoly túra volt, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép helyeken jártunk, és most már fölraktam a túra beszámolót a honlapra, de még a képeket várom a többiektől, úgyhogy szerintem nem sokára ebből egy jó túra beszámoló, és egy jó kis film is fog kerekedni a videóból. Nem az volt az M7-esen, mint a Dolomitok. Nem. Szerencsére az eső szakadt, viszont mi, hogy hétköznap volt, tehát szerda délután volt, ezért nem voltak az M7-esen, tehát nem kellett a két sor között. Vinci vezetésével. Vinci úttörésével végigmennünk. Szerintem most zenéljünk egy kicsit. Újra itt vagyunk. Szevasztok, ez itt még mindig a Serpentin. Mai vendégeim Doboz Zoltán Magyarország és Hello. Szili Krisztián Üzbegisztán. Yeah. Ők a Rhino Tours-nak a túravezetői. És hogy beszéljünk hasznos dolgokról is, arra gondoltunk itt a második részben. Arról fogunk beszélni, hogy a túratervezésnél milyen eszközöket használunk, illetve amikor vezetjük a túrákat, vagy ha elmegyünk túrázni, akkor mit érdemes használni. Ugye itt vannak a csapatban megrögzött térképesek, és vannak annak, és a GPS-t is használnak, illetve vannak, akik fejből mennek. Ebből van a kevesebb. Nyilván fejből akkor lehet menni, hogyha már sokszor jártunk egy adott területen, most már azért Horvátország nagyjából ilyen nekünk, bár nyilván szeretnénk minden évben újítani, új utakat találni, és azért ehhez kell a térkép, de a standard utakat azért már fejből tudjuk. Akkor Zoli, most egy kicsit akkor vagiz. Mondják, hogy mi az, amit meg tudsz csinálni. Tehát a Porec Zadar Véga 8-es, az megy. Az megy, nem kell letérni az útról. Nem, én viszonylag tudom, én térképhívő vagyok. Én a tankra fölteszem a tanktáskába a térképet, és akkor azt követem. Erről viszonylag jól el vagyok, hogyha mindig tudom, hogy éppen hol vagyunk. Egyébként ezt szoktam is látni, hogy az a legjobb, amikor ilyen 110-120-as tempónál, tehát azt látom, hogy a... Nézd a tarkómat. Igen, lebukik a fejes, akkor kicsit így kilátszik a nyakszírtod, akkor látom, hogy... Térképet akar. Most akkor térképet akarja. Újra tervez. Hát ez most legutóbb, amikor a Grozloknerre mentünk, és ugye elhagytuk Bécset, és ott még volt egy, nem tudom, egy 50-60 kilométer hátlengbakig az autópályán, és már nagyon untam az autópályát, akkor volt egy ilyen újra tervezés, hogy ilyen kilométereken keresztül lehajtott fejjel kerestem az új útvonal lehetőségét, de bejött, tehát ott rögtönöztünk egyet, és akkor bejött. Én GPS nem használtam, viszont ugye Szimi, neked van GPS-ed, és nekem... Hála Istennek, igen, majd erről elmondott a sztoridat, de nekem ugye a te GPS-eddel az volt a sztorim, amikor
Még 2 évvel ezelőtt Horvátországba mentünk, és a 23-as úton próbáltunk eljutni Szennybe, és Karlovác után ott nem találtunk rá 23-as útra, hanem lekavartam az 1-es útra ott Split felé, és akkor majd egy jó 20 km után ugye láttam, hogy ebből nem lesz meg az útvonal, mert ugye ezt is a Szimitől tanultam, hogy hát ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk, azért előre, tehát maga biztosan előre, aztán majd csak lesz belőle valami, de itt már nagyon-nagyon nem lett belőle semmi, és akkor visszafordultunk, és próbáltunk a te GPS-eddel jelet találni. Na most ugye nem volt frissítve a szoftver, úgyhogy egy nagy fehér képernyő közepén egy kis háromszögben láttuk, hogy mi ott vagyunk, de hogy az utak hol vannak körülöttünk, az így nem látszódott. Így egy úgyhogy kicsit nehéz. Ennyit a GPS-ről. Tehát én abszolút térkép után megyek, és mondjuk ebből is van jobb minőségű, meg rosszabb minőségű. Most legutóbb vettél te pont egy ilyen Alpok osztrák. Egy rosszabb minőség. Igen, ahol egészen a színek olyanok voltak, hogy nekem nem áll össze, tehát nem áll rá a szemem. Valahogy a fekete vonalak picit vastagak voltak, a színek sápadtak, tehát a sárga szín, ugye a főutak általában narancssárga, alsóbbrendűtök, citromsárga szoktak lenni hagyományosan, ezen a térképen pedig nem volt nagy különbség a kettő között, sőt az alsóbbrendűtökat konzekvensen fehérrel jelölték, és nekem egyszerűen lepillantva, ugye itt fontos az, hogy egy-egy pillantásból felismered rögtön a helyet. Na ezen a térképen én nem tudtam, úgyhogy inkább előszedtem a régi elhasznált, de számomra jobban értelmezhető térképet. Cellux-szal többször sem összevágtam. Cellux-szal, igen, kiterítettem a szobába, összedolgoztam, és inkább azt használtam. És tehát... itinert használsz hozzá, vagy csak simán térképezd magát? Nem, itinert nem használok, bár az elején még, amikor itt az első túrákat csináltuk, akkor itinereket csináltunk, de arra jöttem rá, hogy ugye ott nincsen újra tervezés. Tehát amikor a tanktáskádban csak az itiner van, hogy ettől a város, akkor következő város, mi a harmadik város, hol kell jobbra-balra menni, ott egyszer lemész az útról, akkor nem tudsz alternatív útvonalat keresni. Uh-huh. Tehát ezért kell nekem a térkép, hogy alternatív útvonalakat találjunk meg. Egyébként bármi jöhet, egy útlezárás, kerülni kell. Volt Horvátországban, mert ilyen, amikor Dubrovnikba mentünk le, hogy le volt zárva, és egy 150 kilométert kellett kerülni, egész egyszerűen letereltek minket, akkor hiába lett volna itiner, amit megcsinálunk előre, az ugye nem. Ennek ellenére most nem is tudom, az osztrák, igen, Grossöckner, azért csináltam egy itinert, hogy mégis a nagy vonalakba meglegyen, de igazából nem használtam. Reggel végignéztem, újra megnéztem a térképet indulás előtt, és ennyit használtam az itinert. Fejből megy a srác. Te, Krisz? Térkép. Térkép? Nekem párhuzamosan vett be a térkép és az itiner, tehát egyszerre a kettő. Illetve annyi, hogy a térképen egy ilyen sor kihúzóval, ez az UV-zöld, akármivel behúzni az útvonalat, hogy merre megyünk, és akkor az én nekem ez segít. Mm. Illetve ezzel így jól tudok haladni. Ja. Ugye elméletek, ugye ezt kéne átadnunk a hallgatóknak, hogy amikor valaki elől megy, és mondjuk 8-10 ember, vagy 15 ember követi, akkor az elég kellemetlen, hogyha minden kereszteség megáll, tudod, és elkezdi böngészni a térképet. Tehát itt most ugye mi olyan tájékozásról beszélünk, amikor közben megy a motoros, és még egy 80-90-100-nál kell kicsit úgy lett pillantani, és akkor így összegezni. Most hát igen, a mikro betűk, volt egy tábla. Mozog a motor, igen, a forgalmat is figyelni kell. És látod, hogy van egy elterelés, látod, hogy van egy tábla, ami még múltkor nem volt ott, mert ugye azért az mindig nagy segítség, hogyha már voltunk ezen a túrán. Tehát itt a nagy gondok általában az új túráknál szoktak adódni, amit még nem jártunk be, vagy nem voltunk azon az útvonalon. Meg hát néha elhússan melletted így magyar szemnek értelmezhetetlen betű összetételből álló városnév. Magánhangzó nélkül. Igen, ilyen 12 más hangzó, és akkor na azt így megjegyezni, így a hussanás alatt, és aztán kikeresni a térképen. Ez az egy combos. Hát egyébként csak most előtt eszembe, hogy mi ugye a robogótúrán voltunk ketten a Szilárda, tehát nem volt mögöttünk senki, lazák voltunk. Ráértünk, tehát semmilyen nyomás nem volt. Nem lett volna ciki visszafordulni, megnézni a táblát. És gyakorlatilag, tehát Németországnak ott a fekete erdős részén, tehát mindegyik város burg, vagy stadt, vagy tehát gyakorlatilag, és mindegyik... Vagy dorf. Dorf, igen, és ennel kezdődik, vagy kával kezdődik, vagy essel kezdődik, tehát gyakorlatilag szinte minden falut ugyanúgy hívtak, tehát annak ellenére, hogy nem siettünk és lazák voltunk, tehát folyamatosan eltévedve voltunk. Tehát egy támpontunk volt, hogy mi nagyjából mindig tudtuk, hogy jobb kéz felé vagy bal kéz felé van a Duna, tehát körülbelül merre tartsunk. Mm-hmm. És
Hát, hogyha az egy szervezett úra lett volna, és sokan vannak velünk, akkor lehet, hogy elég hamar feladták volna. De nekem azon a túrán, ahol volt ez az ominózus Karlovác utáni elkavarodás, mondjuk az nem volt egy nagy, mert ott mint a 20 km-ben visszafordultunk, aztán rátaláltunk a 23-as útra. Senki nem anyázott. De aztán a harmadik nap, amikor Szelcéből elindultunk visszafelé, egy jó nap akkor azt tesszük, hogy hát nem a klasszikus szennyig le aztán 23-as, hanem egy picit változtatunk, és valahol ott a hegyekbe megyünk át a 23-as útra. És ugye akkor már megvolt az átbeszélő, a sisak átbeszélő, és ugye én voltam a hülye, tehát megkérdeztem a Szimitől, aki a sor végén jött, hogy szerinted itt kell majd a balost csapni? Ő mondta, hogy igen, itt kell. Hát mondjuk egy azt hiszem 250 méterrel később kellett volna a balost csapni. Mindegy, lefordultunk balra, és hát már egy olyan 20 km múlva éreztem, hogy itt nagyon visszafele megyünk. Tehát ahogy próbáltam magam tájolni, nagyon visszafele megyünk, mert eddig ugye jobb oldalon volt a tenger, most már ott a hegyekből, ahogy lenéztünk, ott bal oldalra láttam, és folyamatosan azt éreztem, hogy 20 ember így nézi a hátamat, hogy miért megyünk erre. Tehát most ott hagytam valamit a szálláson, vagy miért megyünk vissza. És frankon majd, hogy nem a szálloda elé jutottunk ki egy olyan másfél órás kerülő után, és akkor hát nagy lendülettel nem megállva halál maga biztosan elzúnantunk, és újra neki mentünk az útnak, és akkor már mondom, nem variálunk, hanem klasszik lesz szennybe, és hát aztán az első tankolásnál ott többen megkérdezték, hogy ez miért volt. Mondom azért, hogy meglegyen a könnyes búcsú, tehát jól megnézzük még egyszer a tengert, mert idén már többet nem látjuk. De ez a másik nagy szám az volt, akkor szintén te vezetted a csapatot. Akkor is. Akkor is te vezetted. Amikor kitaláltad reggel, hogy menjünk azon a kis fehér úton, ami a jólnak tűnik a térképen. Igen, Zadarból ugye azt terveztük, hogy fölfele, nem a 8-as úton a tengerparton megyünk, hanem egyel bejebb a hegygerinc mögött, és ott át lehetett vágni az egyébként, ami körbe futó utat, egy térképen sárgával jelölt, tehát ilyen alsóbrend útnak jelölt, nagyon jó kis kanyargos, egy 15 kilométeres szakasz volt. Na mondom, itt csodát látnak a túrázók. És mondjuk az első gyanús jelre még nem is figyeltem fel, hogy amikor lejöttünk a főútról a kis sárgára, akkor ott volt kinn az aknákra figyelmeztető tábla, hogy 3 méterre az úttól nem szabad eltávolodni, mert akna. Ezt egyébként én sem vettem észre, de majd ezt majd később majd becsatlakozom. Úgyhogy átmentünk az aknamezőn, és tekerek egyre rosszabb minőségi úton, aztán átmentünk az autópálya fölött, ott már ilyen kis munkaterület volt, ahol látszott, hogy ott a teherautók forgolottak, és ott egyszer csak murva. Tehát ez a faltól falig murva, és hát én megint csak azt a taktikát követtem, hogy nagyon magabiztosan megyek elől, mert ez a jó útvonal. Ennek jónak kell lenni, itt nem sokára beton lesz, hát sárga a térképen, itt mesen így. És egy olyan 2 kilométer múlva, amikor így már ott már talán hallani véltem az anyázást, tehát ott ugye FIR volt, ott nagy túramotorok nagyon voltak. Nagyon nagy túramotorok. Ott, igen, tehát kellemetlen volt, és az első ilyen visszafordító hajtókanyarban megálltam, és hát excuse moi, mondom, hát itt sárgával jelöl a térkép. És hát gyönyörű a kilátás, addig kicsit igen, fotózzatok. Nézzetek szét, direkt jöttünk ide, én addig előre megyek, ezt biztoseket megnézem, hogy lesz-e itt aszfalt valamikor. Hát én elmentem, vagy tényleg 5-6 kilométert, semmi aszfalt, tehát egyre durvább murva volt. De mondjuk mire visszaértem, addigra egy arra járó autós, ami jeepes jött, és akkor... Hát jött egy Range Rover, tudod, ez a klasszikus, ez a felezőbe betéve, igen, szerettette. Fülfelezőbe, és akkor megállítottunk, hogy mi a helyzet, és mondta, hát itt még 16 kilométer, és akkor utána majd jön a beton, de át kell menni a hegyen, és akkor mondta, hogy megvárjuk az Zolit. És egymás figyelmeztetünk, hogy ne menjünk annyira messzire pisilni, mert itt azért kim volt a tábla, tehát itt lehet, hogy rálépünk valami kis taposóra. Igen, és akkor azt a 2 kilométert ugye visszafele le kellett ereszteni, amíg a viszonylag rossz minőségű, de már aszfaltutat elértük. De én azt gondolom, hogy ez Torinak azóta is nagyon jó, és tényleg gyönyörű szép kilátást ajándékoztunk a résztvevőknek, úgyhogy... Igen, a képek magukért beszélnek, meg az arcok a képeken. Úgyhogy ez abszolút a térkép hibája volt, mert ott alsóbb rendű betonútvonal van jelölve a térképen, úgyhogy... Krisznek. De azért, bocsáss meg Szimi, de azért már így engem most cinkeltünk, azért neked is volt egy ilyen, de az GPS-es volt, nem? Amikor bementél a ház udvarába. 15 ember mögött. Nincs kírva.
Ráadásul én most megfigyeltem saját megfigyelést, tehát ez a bled az meg kifejezetten nincs kitáblázva, tehát én nem tudom, valószínűleg ezt Tito el akart rejteni itt a nyugat elől, ezt a kis ékszerdoboszt, mert gyakorlatilag ha az ember jön a főúton, akkor bled sosincs kiírva, egyszer van az autópálya alatt, hogyha átjössz oda kiírva, hogy bled 10 km, és soha többet nincs bled tábla, és át kell menni két falun, de olyan kis utcánk van, hogy tényleg el lehet tévedni. Na most nem akarom mentegetni magam. A lényeg az, hogy... Elég úgy tűnik, de... Igen, a lényeg az, hogy hát mit tudom, voltunk vagy 15-en, és akkor mentünk a GPS után, én mentem elő szokás szerint, és hát a GPS határozottan mutatta, hogy itt jobbra, aztán megint jobbra, aztán balra, és én megtettem ezt, tehát végigkövettem a GPS-t, és egyszer csak ott voltam tényleg egy családi háznak az udvarában. És így a fazon kijött az elkér, és így lenézett rá, még mondtam, hogy hát, sorry. És mutattam a többieknek, és gyakorlatilag az történt, mindegy Y-ba a kertjében megpróbáltam elhagyni a gépet, és mentünk tovább. Ugye Szlovéniában az, hogy nincsen kitározás semmi, nincsenek kerítések, tehát gyakorlatilag bármikor be tud futni egy háznak a kertjében, mert viszonylag lazák, és nem túl zárkozottak, nem építenek hat másfél méteres kőfalakat. Tehát ez így megtörtént. A másik alkalommal pedig ez Muróban volt, esett az eső, le voltunk maradva a csoporttól, és a szállás az kétféleképpen lehet eljutni, vagy átmész a városon, és akkor egy körforgalom át a hídon vissza a kőhídig, vagy pedig átmész a városnak a főterén. Na most ugye az történt, hogy át akartam menni a város főterén, de ott valami rendezvény volt, ezért elmentem balra, aztán elmentem még egyszer balra, aztán azt gondoltam, hogy azon az úton vagyok, amint kéne, de nem azon voltam, és ez gyakorlatilag a folyó mellett végvezetett egy út, és az útnak a végén vége volt az útnak, és balra kanyarodva egy nyitott garázsba gurultam be. 12 motoros ügyben. És hát a többiek megálltak, mert mondták, hogy most vagy az, hogy nagyon esik, és már nem akarok továbbázni, vagy csúnyán eltévedtem, és hát a második volt, úgyhogy ott a garázsban megfordultam, és mondtam, hogy akkor vissza. De egyébként ebből adódik az, hogy én itinert is használok, térképet is használok, és GPS is használok. És még így is betalál egy garázsba. És még így is betalál egy garázsba. Szóval én mind a hármat szoktam használni. Bevallom őszintén, a GPS-t nem nagyon szeretem, mert azon csak zenét hallgatsz. Mert a GPS-en csak zenét szoktam hallgatni. Akkor szoktam használni a GPS-t, hogyha valami nagyváros, nagyon benn vagy, és fogalma sincs, hogy hol van. Mert ugye azt nyilván a térképből nem nagyon lehet kitalálni. Hogy kell kikeveredni. Tehát olyankor jó a GPS, legrövidebb út vigyen ki a városból, megadott következő folyt, és valahogy kivisz. Még néha is ugye akkor is át akar vinni általában a sétáló utcán, meg a főtereken, meg ilyenek. Tehát ilyen szokott történni, de valahogy ki tudsz kecelni a GPS-szel. Viszont egyébként meg szerintem legtöbbször használhatatlan. Ebben nyilván benne van az is, hogy sosem tanultam meg használni. Tehát elképzelhető, hogy hasonlóképpen, mint amikor vesz az ember egy új mosógépet, és akkor ott megy használt útmutató 200 oldalas, és akkor végveszem minden gombot, meg a két gombot csak nyomlát, 20 meg a három. A többi az lengyel, meg horvát, meg tehát ezt azért nyisd ki. De sosem vettem a fáradtságot. De ugye nyilván erről szól a GPS is, hogy meg kéne tudni használni. Annyiféle beállítása van, hogy igen, meg kéne tanulni. Az már megtörtént, hogy egymás mellett adtunk két GPS-t, beütöttük ugyanazt a helyszínet, hogy ugyan a menjen, és teljesen más útvonalat talált ki. Ez is nyilván a legrövidebb út, leggyorsabb út, milyen tiltásokat tesz bele az ember. Én az első dolgon elakadtam, amikor az van beleírva, hogy autópálya, földút, ez egy sorba, hogy azt lehet ott tiltani, és alatta pedig az van, hogy autó, nem, bocsánat, ez van rajta, hogy autópálya, és főutak, és alatta pedig az van, hogy autobánsz. Na most számomra az autóút főút az ugyanaz, mint az autobánsz, tehát itt én nem értem azt, miért kell külön letiltani, és én itt elakadtam, itt nekem meg nem értésem volt, és nem tudtam tovább fejlődni. Most, hogyha tudnánk adni egy SMS számot, hogy valaki segítsen, akkor esetleg... Igen, hogy a Gármin, hát, hogy valaki fejtse meg, hogy számomra olyan, mint a két ugyanan dolgot tiltanék le, és viszont ugye néha azért jól lenne menni autóúton, de nem rámenni az autópályára, viszont ugye az autópályával egysorban van a főút, tehát amikor letiltom az autópályát, akkor letiltom a főutat is.
és hogyha az autóbán hagyom rajta, akkor mit hagytam rajta? Tehát akkor most merre fog menni? Tehát, és itt vége a sztorinak. Na jó, hát hogyha valaki ezt esetleg tudja, akkor simikukac.rhinotours.hu, és akkor megköszönjük. Köszönjük, hogy ilyen valaki erre tud megoldást adni, hogy miért van ez. Egyébként ez egy Garmin Zumo 550-es, és hát így nagyon jól lehet rajta zenét hallgatni. Tehát arra tökéletes. Mit lehet még erről elmondani? Tájékozódás. Igen, Krisz is égesse magát egy kicsit. Ezt kérjük tőled, hogy... Volt valami? Amikor ennyire csúnyán. Nem. De néha, amikor nem tudom, hogy merre kell menni, akkor valakit megkérek a csapatból, akinek van GPS-e, hogy akkor állj már előre, légy szíves, és akkor ilyen volt legutóbb Bledbe, amikor beérkeztünk a Dolomitok túrán. Ja, igen. Akkor a Delta Riga, vagy más néven a taxis, állt előre a csapatba, és akkor ő vezetett be minket Bledbe. Különben teljesen elkavarodtam volna. Meg múltkor egyszer még az első Zakopane túrán, akkor a Pán Pistának a GPS-el vezetett ki minket Zakopanéból, mert ott meg egy útlezárás volt, és teljesen nem találtam ki Zakopanéból, hogy merre kell menni, úgyhogy külön köszönet Pán Pistának és Delta Rigának a GPS-es navigálásért. Igen, és hozzáteszük, hogy nem, ez nem egyszerű történet, tehát amikor tizen vannak mögöded, akkor plusz feszültség van benned, és igen. És nagyon csúnyán bele lehet kavarni. És ahogy előbb a Zoli mondta, tehát hátamat égették a tekintet. Hogy ja. Ez a hülye megy előre. De benne van a pakliban. Nem, hát azt kell folyamatosan vizionálni, hogy ők nem tudják, hogy te most éppen el vagy tévedve. Pontosan. Szerintem elmondtunk mindent arról, hogy milyen nehéz tájékozódni, és milyen nézők van egy túrvezetőnek, és mindenki átérzi, és mennyire égő, amikor eltévedsz. Úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy ha eltévedtél, akkor tovább egyenesen bele a végtelenbe, és erre majd előbb-utóbb visszakavarodsz a rendes útra. Úgyhogy most zenéljünk egy kicsit. Szevasztok, ez még mindig a Serpentin, de már csak egy percig, mert ugye beszélgettük az időt, hogy a műsoridőnk lejárt. Úgyhogy, nem is maradt nagyon időnk a jövőről egy picit beszélni. Hát két mondatban, idén még lesz nekünk egy nyugati határmenti túránk, ahol amit a Zoli és a Krisztián fog vezetni, hegykő lesz a szállás, és átmennek egy kicsit Ausztriába határmentén kavarogni. Egy kétnapos lazulás lesz. Egy lazulás lesz, és hát a szokásos, ez már az 5. jubileumi horvát tengerparti túránk, új útvonallal, Zoli túra vezetésével, és hatalmas nagy buli. Ez az új útvonal, ez azért még necces, tehát jó, hát próbálkozunk. Egy-két tévedéssel, akkor így mondom. Úgyhogy a www.rhinotours.hu oldalon meg tudjátok találni ezeket a túrákat, és következő alkalommal Safety Hungary-tól Zolnai Zoli lesz majd a vendégem, úgyhogy vele fogunk beszélgetni a biztonságos vezetésről, és hogyan lehet megtanulni igazán jól motorozni. Úgyhogy ez a vége a mai műsornak. Szevasztok! És többiek. És szevasztok! Say hello-t! Hello! Oké, ciao.